Bízunk benne, hogy minden készen áll, mi megtettünk mindent, ami erőnktől tellett. Október 16-án zártunk le minden szálloda, wellness, illetve ami még működött abban az időben. Azóta kényszerszabadságon voltunk, és április elején kezdtünk már olyan, hogy is mondjam úgy, ébredezően törődni ezzel a fürdővel, hogy előbb-utóbb úgy éreztük, hogy ebből nyitás lesz. És május második felében már olyan nyitási feltételeket szavazott meg, vagy hagyott jóvá a szlovák kormány, hogy akkor már csak az volt a kérdés, hogy mikor nyitunk. Megcéloztuk ezt a június 1-i dátumot, és az utolsó 10 nap, 2 hét az valóban egy nagy tempóban zajló karbantartási, szépítkezési munkák függvényében zajlott. Próbáltunk mindent elvégezni, úgyhogy június 1-ére nyithassunk, hogy a megszokott tisztaság, meg komfort, meg minden attrakció működőképes legyen, tehát ez várja a vendégeket. Bízunk benne, hogy sikerült. Ugye magam mögé nézek, azért sok vendég a mai napon nem jött, de hát a időjárás látva azért nem is számítottunk sokra, de azért bízunk benne, hogy lesznek még jobb napok is előttünk. Ugye vannak még olyan járványügyi intézkedések, amiket be kell tartani most is. Mik ezek pontosan? A legfontosabb járványügyi intézkedés, ami Szlovákiában most érvényes, illetve nem is Szlovákiában, mert a szlovák köztársaság mind olyan több egységre bomlik. Járások szerint van felosztva Szlovákia, és egyes járásokban mások a szabályok. A legfontosabb szabály, ami a újvári járás, ahol Párkány is elterül, ami vonatkozik, az, hogy a fürdőnek bár a kapacitása 10.600 főben van megszabva, jelen pillanatban 30%-os kapacitással működhetünk, ebből ezt könnyű is számolni, van 3000 fölött, 3200-300 főről beszélünk, ami a nyithatunk. Évnek ezen időszakában ez mondjuk megfelel, nem okoz semmilyen gondot, de bízunk abban, hogy a járványügyi mutatók továbbra is javulni fognak, és egy-két héten belül legalább egy szintet léphetünk. Amikor egy szintet léphet a fürdő, akkor már 50%-os kapacitással működhet, és nagyon bízunk benne, hogy mivel július 1-e elindul az igazi nyaralási szezon kezdete, vagy kezdetére már zöld fázisú besorolása lesz Párkának, illetve a újjári járásnak is, az 100%-os kapacitási üzemelést fog jelenteni. Tehát most ebben a 30%-ban működünk. Ezen kívül a klasszikus dolgokat kell betartani az ide látogatóknak, illetve nekünk. Távolságtartás, kézfertőtlenítés, vécéknek, vízes felületeknek gyakoribb takarítása, mint eddig terítéken volt, de ezt eddig is a lehetőségek szerint a maximális odafigyeléssel csináltuk, úgyhogy ez továbbra is így történik. Büféknél, éttermeknél a kiszolgálásban vannak bizonyos előírások, amik normál esetben nincsenek megszabva, most megvannak evőeszközöknél, hogyan kell megkínálni a vendégnek svéd asztalos vacsoráztatás, reggeliztetés, hogyha valaki szállodában van elszállásolva, hogyha beltérre megy valaki, akkor továbbra is maszkhasználat kötelező. Tehát ilyen azt mondom, mindenki által ismert és megszokott hogy is mondjam, elveket még be kell tartani, de azt mondanám, hogy kültéren nagyon szigorú szabályozás már azt mondanám, hogy nincs.